mivel motiválhatunk mondjuk egy nehezen motiválható gyereket. Hogy a dicséretnek is néha azt vesszük észre, hogy úgy visszacsap. Tehát, hogy azt mondom például a gyereknek, hogy ennél te többre vagy képes, és ettől a gyerek teljesen begurul, hogy nem. És hogy valami módon, paradox módon éppen néha az ellenkező hatást érjük el, mint amire szánjuk. Ennek sok oka lehet. Az egyik az, hogy tényleg nem illeszkedik az én képéhez mondjuk önmagáról az, hogy ő valaki olyan, aki többre képes. A másik lehetőség az, hogy tényleg bizonyos területeken annyira képes, amennyit adott. És már az is nagyon nagy energiákba került. És hogyha az ember azt mondja, hogy de ennél még mindig több kéne, akkor az nagyon fárasztó, tehát ez nagyon visszavevő. A harmadik az, hogy nem tudja, hogy lehet ő ennél többre képes. Tehát, hogy nem tudja a módot, hogy juthat el oda. És nem, tehát nem azért, tehát a feladat igazából nem az, hogy megmondjuk neki, hogy milyennek kell lenned, hanem a feladat az, hogy eljuttassuk valahogy abba az állapotba, amilyennek szeretnénk látni, és utána nagyon jelezzük, hogy na most ez olyan volt. Tehát, hogyha ő megcsinált valamit jól, akkor érdemes ezt nagyon hangsúlyozni, hogy na ez teljesen jó volt. És hogy tök jól mozgósítottad ehhez az energiáidat, és lehet, hogy nem tökéletes ez a takarítás, de látom, hogy igyekeztél, látom, hogy mit tudom én, tehát, hogy ezek tovább visznek. Az, hogy igen, hát majd te egy nagyon okos gyerek vagy, hogy csinálsz ilyen hülyeségeket? Típus, az nem is igazán megkísérett, ez egy ilyen bújtatott kritika volt, amiből a nagyon okos gyerek vagy, ott nem szokták meghallani.